Kocsmapult. Könnyed csevej a hazai és külföldi képregénykultúra színes kavalkádjáról. Pádár Ádámmal és Szebeni Péterrel. Üdvözöljük nézőinket, ez a Kocsmapult legújabb adása, és ma egy finn képregényel, sőt mondhatni, a olyan multimédiás projekttel fogunk foglalkozni, mivel már túlnőtt egy kicsit magán a képregényen. Ez pedig J.P. Ahonen Beelzebub című képregénye. Ezt elég sokan ismerhetik, mert ugye maga a webkomik az viszonylag ismert magán a magyar kiadáson kívül is, tehát sokan igen, találkozhattak már vele. Magyarul a Comics Mania kiadó jelentette meg a első két részt, és azóta pedig már kiadtak egy gyűjteményes kötetet, ezen kívül pedig már megjelent egy CD is, amely ugye ennek a úgymond virtuális együttesnek az első albumát tartalmazza. Igen, ez tényleg egy ilyen multimédiás projekt. Tehát ugye ez egy Facebookon menő ilyen egy-egy képkockás, ilyen strip jellegű sorozat. Egyébként tudom, hogy eredetileg nem Facebookon, hanem ugye egy újságban jelent meg Finnországban. Tehát valójában ugye nyomtatásban is lemegy. Tehát ugye valójában szerintem ugye ez az újságos megjelenés volt a kiinduló pont, ugye heti egy stripet, mint ahogy ugye nálunk is, ugye sokáig például Garfield, egy csomó minden futott ugye újságban, tehát ugye ilyen módon került publikálásra, viszont érdekes, hogy látszódik már magán a formátumon, hogy ez már egy ilyen 21. századi strip, mert ugye nem a szokásos három csíkos elrendezésben van megalkotva, hanem ugye négyzetes alakú. Igen, ugye ez abszolút kedvez ugye az Instagramnak, Facebooknak, tehát különböző ilyen közösségi oldalaknak. Igen, tök érdekes, mert egyébként meg sztorira, tehát mi alapból valamennyire azért szeretjük a finneket, ugye most pont nálam van, de nincs rajtam például. Két napja voltunk egy Steven Seagulls koncerten, mert van egyfajta ilyen... Ráadásul én előtte pár napja voltam egy Combi Christ koncerten, ami szintén finn. Van nekik egy ilyen ambivalens kettősségük, hogy a bizarr sötét dolgaikat keverik a cukival. És ez nagyon jellemző a Beelzebubra. Tehát kifejezetten úgy tudnám megnevezni a Beelzebubot, hogy egy sátánista, rémrendes család. Kb. Igen. Lényegében egyébként rajtam egy kicsit emlékeztet a Addams Family-re. Tehát abszolút igen, ugye az a fajta feelingje van. Igen. Ugye valójában ugye egy metal együttesről és annak az együttes tagjainak a családjáról szól. Igazándiból. Tehát ugye az együttes maga ugye a Beelzebub, ennek ugye vannak a tagjai, és ugye a frontember, az együttes frontemberének pedig van egy családja, tehát vannak felesége, gyerekei, és erről a családról szól. És ugye végig vegyíti azt, hogy egy olyan család, amelyiknek gyakorlatilag a sátánizmus igazából folyamatosan az élete része. Hát a black metalnak a részeként metal, minden egyes hétköznapi dolgukba befolyik ez a dolog, és hát ők nekik ez a természetes, és ennek ellenére például a körülöttük élő világ viszont úgymond normális. Úgymond normális, és néha furcsán is néznek. És ebből akadnak konfliktusok, sokszor ugye, tehát azért a GP-nek nagyon sokszor van sok koncertélménye, tehát ő kifejezetten látszik rajta, hogy ugye ebből igen, a világból jön. Tehát a metal közeget jól ismeri az alkotó, és szerintem pont ez adja az ízét, hogy amikor ugye valaki ismer és szeret egy közeget, de tud röhögni rajta. Én nekem abszolút ez a feeling jön be rajta, hogy ő látja a metalnak azokat a külsőségeit, amelyek ugye egy kívülálló számára valószínűleg viccesek. Igen, az a fajta önirónia van benne, ami nem lekezelő. Tehát nagyon sokszor tapasztalni azt a humorban, hogy tehát kétféle problémám van általában azzal a fajta humorral, ami ilyen self-deprecating, tehát ilyen önsajnáltató. Igen. Maga az önsajnáltatás, tehát amikor valaki a sirányait, meg a problémáit, a saját bénaságát, tehát hogy jaj, de béna, amikor a saját sajnáltatását tolja ki ebben. A másik az, amikor valaki úgy kezel egy közeget, tehát úgy fikázza és parodizálja egy közeget, hogy egy ilyen aláfölé rendeltség, igen, tehát egy ilyen lekezelő módon próbálja ezt csinálni, és akkor működik ez a fajta humor a legjobban, amikor ezt úgymond szeretettel kezeli. Igen. És ez jelen esetben azért működik leginkább, mert a GP magán is képes röhögni ebbe a helyzetbe, és soha nem állít olyan dolgot, soha nem mutat olyan dolgot, ami sértő vagy bántó lenne ilyen szempontból. Igen, ugye az az érdekes ebben, hogy ha bár ugye egyértelmű, hogy a
képregényben látott család, és ugye az együttes ugye időnként bénázik, tehát minden ugye együttes kellemző problémák megvannak. Igen, ugye, nem tudnak ugye megélni a zenélésből, nyilván beleszövődik, egyébként nagyon-nagyon érintőlegesen, de nyilván beleszövődik, mivel egy együttesről van szó, ugye akár a Covid helyzet, ami ugye érintette ugye nyilván a művészt, mint ugye alkotót, és ugyanúgy bele van szövődve az is, hogy nyilván ugye az együtteseknél elmaradna a koncertek. Igen, pont akkor volt az, hogy egy ilyen virtuális turnét akartak csinálni, és Kickstarteren összeszedték rá a pénzt, és utána beütött a Covid, és az egész úgy ment volna el a francba, ahogy lehet, és próbálták menteni a menthetőt, tehát egy ilyen online 3D élménybe ezt a koncertet összerakják egy Kickstarter kampányában, mert akkor mentek volna el turnézni, és igen, akkor kellett mindenkinek otthon maradnia. Igen, egyébként az érdekes, hogy ugye maga ugye az együttes, ugye egy valós virtuális együttessé vált. Ez nyilván úgy jött létre, hogy ebben az esetben majd olyan Gorillashoz hasonlóan, ugye vannak zenészek, és ugye animált videóklipjeik vannak, és ugye nem is igaz, tehát úgy tudom, hogy lehet, hogy a CD-ben egyáltalán nem is szerepel, hogy kik a valódi zenészek. Tehát, hogy ugye mi, a, maga a lemez is úgy van megcsinálva, mint hogyha ennek a fiktív együttes tagoknak az a lemeze lenne, és igen, nem pedig a videóklipek, videóklipek minden. Is, igen. És igen, ez ilyen tök érdekesé teszi, ugye voltak róla szók, hogy időnként az, hogy ténylegesen egy akár egy rajzfilm sorozat is készülne belőle, ez tehát valójában folyamatban is van, tök jó lenne. Kijön a Netflixen, konkrétan. Tehát valójában tök király, és ugye a hangvételében nekem azt tetszik, hogyha bár ugye a metalhoz vannak ugye a metalnak ugye az agresszív külsőségei, amik nyilván beleépülnek itt is a képregénybe, ugye mondjuk ugye a sátánt istenítenek, hogy ugye folyamatosan náluk ugye a olyan, hogy ugye Isten nevét kimondani az nekik, hogy új, micsoda káromlás, tehát igen, számukra mindig igen, az, meg, egy... amikor a tinédzser kisfiúnak így elkezd érdeklődni a kereszténység, meg a katolicizmus, igen, irány, az akkor az pontosan ugyanaz, mint amikor egy úgymond normál családban a tinédzser elkezd sátánista zenét, meg igen, metált az, hogy pedig olyan rendes kisfiúnak látszott, mondja ezt a kifestett nagymama ugye a hétköznapi megjelenésű gyerekre. És hogy viszont mindezek ellenére, hogy ugye megjelenek majd a betűbb kecskeáldozás, meg ellátogatás a pokolba, meg démonidézés, meg minden elképzelhető ilyen hülyeség, amik ugye a negatív sztereotípiai a black metalnak, benne van, és úgy van, mintha ez része lenne az életüknek. De ennek ellenére ugye a maga a család hangvétele végig pozitív, tehát egy nagyon támogató, szerető családról van igen, szó mindeközben, és ezért baromi jó, és ezért emlékeztem az Addams Family-re, ahol ugyanúgy az volt, hogy nem tudom, mindenféle halottak, meg mindenféle szörnyek, stb. Hát halottak is vannak, igen. De a család minden tagja szereti és támogatja igen egymást, és így minden diszfunkciójával együtt funkcionálisabb a család, mint nagyon sok valódi család. Igen. Nagyon érdekes, mert egyébként amennyire úgymond riasztó a megjelenése, annól, amikor megvettem a gyűjteményest, pont aznap volt, jöttem fel valami rendezvényre, pont aznap volt nyilvános képregényolvasás világnapja. És rajta ültem a kispiroson, és mondom, úristen, gyorsan kell csinálni, a kispiros ugye a Diós Jenő Vác közötti piros kisvonat, amivel kirándulni is szoktunk járni. Amikor, tehát ez pont egy vonatút kellős közepén realizálódott bennem, épp mentem valahova, nálam voltak a kötetek, és egy nagymamákkal teli zsúfolt vagomba ültem, és mondom, gyorsan kell csinálnom egy képet, ahogy a vonaton egy rahelli, nagyon keresztény nagymama közt Belzebubzot olvasok, és ez a Facebookon fönn is van ez a kép megcsinálva, és láttam konkrétan mellettem ülő, nagyon politizáló nagymamák, így néha így durrogtak magukba, és nézték, hogy én meg röhögtem magamba. Úgyhogy, és egyébként ehhez képest viszont a képregénynek egy baromi, egy nagyon cuki és nagyon kedves története van. Viszont tehát pont emiatt is, ugye pár éve voltunk a Fekete Zaj Fesztiválon, ahol egyébként a szerző látogatást is tett, egy ilyen beszélgetés tartottak vele, és a kiadványait meg a pólóit meg is lehetett igen venni, tehát nem véletlenül vagy van a Peti is gírbe, tehát nekem is van, csak nem úgy készültem, és ott ő el is mesélte azt, hogy ugye ezek a sátánista, tehát ő nem gondolja komolyan ezt a sátánista persze, dolgot nyilván, tehát ez csak poén az egész, és kapott ő olyan e-maileket ugye ennek az oldalának a metal közösségnek, hogy mikor megjelent a kiadvány, akkor e-maileket kapott, hogy eljött az idő,
feltámadott a nagy úr, és ő így nézett nagyban, hogy úristen, ezek az emberek nem százasok, tehát nem kell komolyan venni, teljes mértékben egy némi polgárpukasztás nyilván van benne. Igen, egyértelműen. De ez szerintem egyébként csak olyan, mint egy ilyen kis rostron kisgyereknek az ilyen bögdösés, hogy mit reagálsz. Egyébként igen, pont ezért zseniális, hogy a rajzokban is ugye megvan ez a kettőség szerintem. Igen. Hogy ugye alapvetően a rajzok is, ugye az arcok ábrázolása nagyon stilizált, sokszor nagyon aranyos. De ugye pont ezért furcsa, hogy ugye ugyanúgy az agresszivitás és kontra ugye az aranyosság kettősége, de ettől függetlenül időnként vannak ilyen, nem tudom, levágott fejek, előkapart hullák, meg ugye van a, nem tudom, Belzebub erotikus naptár, meg ilyenek, tehát ugye néha olyan van, aki meg cuki karakterek mellett, ugye nem tudom, pokolban, nem tudom, a nemi szerveikkel lógó izék ott vannak ilyen mindenféle szörnyek, tehát hogy és ezért érdekes, hogy ez a kettőség nagyon jellemzőre, és igen, a zenei albumokra is nagyon jellemző ez a kettőség, hogy zeneileg abszolút nem mentek el a commerce irányba, tehát fullba tolják a black metalt. Viszont ugye ugyanúgy a akár a szövegekben ugye előjön a paródia jelleg, ugye a videóklipben, mikor a játszótéren veszik fel éjszaka a hatalmas sátán idéző black metal videóklipet, és közben a háttérben kutyaszarató néni gyalogol el, meg egyébként hasonlók. Tehát ugye abszolút, ott is ugye, igen, ugye nincs pénzük videóklipre, és nem mennek ki az erdőbe, hanem egy játszótéren veszik fel, ugye erről szól meg a klip sztoria. Meg az egyikbe elmennek egy ilyen síparadicsomba, és lavinát okoznak a klip felvétel miatt, meg ilyen őrültségek. Igen, tehát ilyen abszolút jellemző rájuk, ugye ez a fajta, de hogy folyamatosan ugye vegyül ugye a metalnak a kettőség, és ez a cukiság, ez a humor, és ezért nagyon jó szerintem. Igen, a cukiságra akartam visszacsatolni, hogy nagyon érdekes dolog a stilizálás. De több játéknál is, meg képregénynél is megfigyeltem ezt már, hogy nagyon sok mindent bele lehet tolni, idézőjelben büntetlenül egy stilizált képregénybe, mert pszichológiailag az agyad nem úgy fogja fel, mint amikor realisztikusan ábrázolod. Tehát igen. Például a Binding of Isaac is ilyen, meg a Belzebubs is ilyen, hogy simán beletehetsz groteszket, vért, trancsírozást, beleket, hogyha stilizáltan ábrázolod, mert valahogy az emberi agy a rajzfilm figuráknál sok esetben, mint például Happy Tree Friends-nél is, igen, nem úgy fogja fel ezeket, hogy úristen, bél belek, ezt nem nézheti a gyerek, de amint hogyha ez átbillenne egy realisztikusabb grafikába, az agyat hirtelen felfogja azt, hogy mit látok. És ez egy tök érdekes kettősség. Ezekkel, hogyha egy stilizált grafikával megcsinálod, akkor nagyon sok mindennel el tudsz húzni, úgymond büntetlenül. És ezt nagyon jól alkalmazza a Belzebub. Akkor azt hiszem, hogy így mindent elmondtunk. Igen, akkor azt hiszem én is, hogy mindent elmondtunk. Igen, bátran ajánljuk mindenkinek, aki akár szereti ugye a humort, tehát ugye szeretne olvasni egy olyan sztorit, ami könnyed, de ugye néha mégis egy kicsit a fekete humor és a groteszség előbukkan benne. Metal rajongóknak mindenképpen kötelező, tehát számukra sokkal több kapcsolódási pont és szórakoztató rész lesz benne. De igazából akár ennek a közegnek nem ismerők számára is szerintem egy abszolút élvezhető képregény. És ajánlott, szóval nagyon szórakoztató. Ugye akár ajánlott, akár ugye a videoklippek, akár a képregény, és ugye a magyarul a képregényt a Comics Mania kiadónál lehet megtalálni, úgyhogy reméljük, hogy minél többen meg fogjátok venni ezt a kötetet. Igen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy néztetek minket, ez itt a Kocsmapult volt, én Pádi voltam, ő pedig Peti. Peti. És sziasztok! Sziasztok!